OSZ Podcast Magyar Kanizsa. A mikrofonnál Ivánovics Laura. Beszélgetések Vajdaság és a régió érdekes arcaival. A művészet, a sport, a tudomány és a gazdaság területéről. Minden második héten. Rólunk, nektek! Üdvözöllek, Nagy József az OSZ Podcastben. Nagyon-nagyon megtisztelő számunkra, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Fontosnak tartsuk azt, hogy a Magyar Kanizsa fiataljának megmutassuk Magyar Kanizsa és a régió érdekes arcait. Azt hiszem, hogy te definitíve az egyik legérdekesebb és talán leghíresebb arca vagy. És most itt vagyunk Kanizsán, de szeretnék egy kis időutazás invitálni téged. Térjünk vissza a kezdetekre, amikor még te voltál kisfiú, hogy emlékszel Kanizsára? Hogy indult a te életed itt Kanizsán? Mikre emlékszel? Milyen volt az akkori Kanizsa? Hát, az utcák körülbelül így néztek ki. Talán az emberek voltak már másmilyenek. A gyerekkorom valójában arról szólt, hogy az utcában, az akkori Leninova utcában mi futballoztunk, klikkereztünk, stb. És én nagyon korán elkezdtem, már kicsit eltávolodtam ettől a társaságtól, mert bennem volt egy ilyen rajzolási hajlam, amit ugye a szüleim meg nagyszüleim nem nagyon értettek, mindig azt mondták, hogy honnan szorult beléd, hogy éppen beléd. De hát ez így jött magától, hogy állandóan, amiket olvastam, rögtön elkezdtem illusztrálni. És akkor ez így evidenssé vált még a szüleimnek is, hogy nekem erre a pályára kell menni. Tehát, hogy én festőművész, képzőművész leszek. És ezt valahogy el is fogadták, úgyhogy én Újvidékre mentem, akkor iparművészeti középiskolaként a Bogdan Suput működött, és grafikai szakra, tehát a grafikát elvégeztem. És utána gondolkodtam, hogy na, ezt kellene folytatni, és próbálkoztam Belgrádba fölvételizni a főiskolára, nem vettek föl, új iskolát mentem Budapestre, hogy na, majd akkor Budapesten próbálkozom. És de közben mentem katonának, hogy le tudjam. És végigcsináltam. Bosznia, Banja Luka és Szarajevo, 15 hónap ugye kiesett az életemből, de ezt meg kellett csinálni. Utána Budapest, és mivel a katonaság miatt késtem, így előkészítő tanfolyamra beiratkoztam, és közben ez véletlen, tényleg véletlen volt, hogy egy ott akkori idevalósi vajdasági lány, nem tudom már mit tanult, ő elkezdett pantomimezni, és akkor mondja nekem, hogy ő pantomim órákra jár. Hát mondom, az mi a fene? És akkor kíváncsiságban elmentem megnézni egy ilyen foglalkozást, és nézem az órát, és az akkori mester, M. Kecskés András azt mondta, hogy álljak be én is, hogy csináljam, ne nézzem, inkább álljak be. Mondom, jó volt, rendben van. Fölkeltem is, és én is beálltam közéjük, és szinte rögtön ráéreztem a mozgásra, hogy ehhez is lenne közöm. Sőt, ő is azt mondta az óra után, hogy kérdezte, hogy te hol tanultál, eddig hol voltál, hogyha nem láttalak. Hát mondom, ez az első alkalom itt. Okvetlenül gyere vissza. És vissza is mentem. Tehát tényleg szöget ütött a fejembe, hogy na. És egy nagyon rövid idő belül, néhány foglalkozás után úgy éreztem, hogy na, ezzel nekem komolyan kellene foglalkozni, ebben akarok merülni. És akkor így ejtettem is ezeket az ötleteket, hogy akkor majd főiskola, képzőművészet vagy művészettörténetre is akartam iratkozni. És egy pár hónap, tényleg pár hónapomba telt, hogy ezt egészet átgondoljam, és úgy döntöttem, hogy na, akkor én, mi a jugoszláv útlevelem volt, hogy
hogy akkor, és az András is mondta, hogy neked nem kell disszidálni, menjél. Itt még már mindent megtanultál, pár hónap alatt menjél Párizsba, Marceauhoz, Decrouxhoz, az ottani mesterekhez, hogy tanuljál ott is, folytasd. És én így is tettem, felültem az Orient Express-re, és egy kis bőröndel kihúztam Párizsba. Semmi ismeretség. Semmi, tehát teljes kaland. És jó, beiratkozok én ott az iskolába, de hát pénzem nem nagyon volt, és amiket itt tanulgattam Pesten, ilyen kis etűdök, stb., azokat próbáltam mind az utcán, mert láttam, hogy ott megy ez az utcai színjátszás, zenélés, meg minden, és kalapoznak. És akkor kiálltam az én kis etűdjeim, egy kalapot kiraktam, és abban dobálták bele a pénzeket. És akkor így ez nekem nagy segítség volt, ki tudtam fizetni azt a kis tetőszobát, meg úgy meg tudtam belőle élni. És ez hozta valójában azt a radikális váltást, hogy miközben játszom ezeket az etűdöket, egy koreográfus arra ment, megnéztem, mit csinálok, és azt mondja, én táncosokat keresek a következő darabomhoz, és lenne szükségünk egy fiú táncosra, hogy nem vállalnám. Hát mondom, én életemben nem táncoltam, ez pantomim. Nagyon örülök, hogy fölfigyeltél rám, de azt mondja, nem, figyeltelek, a mozgásodban benne van a tánc. Jó. Rá egy hétre már ott vagyok, egy próba kellős közepén, profi táncosok között, hogy te jó Isten, most találd föl magad itt, ebben a közegben. És ráment egy pár hónap, hál' Istennek volt egy pár hónap a bemutatóig, és rendkívül megizzadtam, hogy egyáltalán megtanulni azokat a mozgásokat, mert ez teljesen más volt, mint a pantomim vagy a mim. És úgy, ahogy sikerült betanulnom a dolgokat, és a bemutatón leizzadtam csontig, de nem tévesztettem el, tehát legalább valahogy kijöttem belőle. És akkor az a koreográfus azt mondja, hogy te született táncos vagy. Na most akkor most mire születtem? Kérdezem én, tehát hogy akkor most már döntsük el. És valójában akkor ez a 1980-81-ben van. 80-ban mentem ki Párizsba. És közben nézek előadásukat, és tényleg hihetetlen felfedezés volt, mert se itthon, se Budapesten kortárs táncot ilyen formában nem láthattam. Ott pedig Párizsban, akkor ezekben az években a világ minden részéről a legjobb együttesek ott voltak. Jártottam az amerikaiakat, Európából mindenkit, japánokat, és akkor belevetettem magam ebbe, tehát itt kurzusokra jártam. Ugye ez a kalapozásból a pénz az nem volt elég, és akkor elkezdtem tanítani reggel gyerekeket, akkor délután próbán voltam, este megint órákat tartottam, éveken keresztül. És közben különböző együttesekben egyből másikba hívtak, és akkor így rögtön elment 5-6 év. De éreztem is, hogy kell ennyi, hogy mint táncos elérek arra szintre, hogy úgy érezzem, hogy igazán részt tudok venni ebben a történetben. Meg közben motoszkált már a fejemben is, hogy előbb-utóbb én rendezni akarok, koreográfus akarok lenni, nem csak táncos, előadó másoknak. És 1986, tehát 6 évig csináltam ezt így, hogy másoknak dolgoztam, tanultam, és 86-ban úgy összeraktam egy darabot, az első darabomt, a pekingi kacsát, amit így hívtak akkor. És ezt be is mutattuk Párizsban, egy színházban, a Bastille színházban, ahol én többször fölléptem, mint táncos. Tehát a műsorszervezők már ismertek, mint táncos, és mondtam, hogy most már én is csinálnék egy darabot, szeretném itt eljátszani. Szóval jó, téged ismerünk, de mint koreográfus eljöttek a próbára. Meghívtam őket a próbára, és pár hétre rá fölhívtak, hogy oké, láttunk, úgy döntöttük, hogy műsorra tűzünk. És akkor megmondta a bemutató, és akkor valójában itt indult el az egész, mint egy lavinaszerűen az első darab be lett mutatva, és akkor rögtön csoport, tehát független csoportként ott bejegyeztek, és akkor már jött az első meghívás Orléansból, egy másik városból, hogy a másik darabomat ott csináljam meg a színházban. Jó, akkor mentünk oda egy pár hónapig.
Bemutattuk azt a darabot is, de közben jött Brestből, egy másik városból, egy szintén másik, hogy a következő darabot ott. Közben Orléánban megbeszélték a városvezetés, hogy jó lenne engemet visszahívni. Uh-huh. Most ajánlották, hogy most nem egy 3 hónapra, hanem 3 évre. Jöjjek, maradjak ott. És akkor én ezt elfogadtam, és akkor először úgy gondoltam, oké, 3 év, és utána majd megyek talán megint vissza, vagy Párizsba, vagy bárhova máshova, és ebből lett 25 év. Tehát 25 évig ott képítettünk egy központot, és valójában szinte az összes darabomat ott csináltam. Belevitted a darabjaidba a kanizsát? Főleg az elején, az első darabokat, ugye a Peking kacsa, ez valójában a kanizsáról szólt, az itteni kanizsai mitológiákról, színházi mitológiákról, arról a híres Csárdás királynő darabról, amiről itt én annó hallottam mindenféle történeteket, hogy ott volt utána egy-két tragédia és egy-két öngyilkosság, ez az, hogy az amatőr színészek nem tudtak visszatérni az életbe. Tényleg? Igen. Legalábbis ezeket mesélj, valószínű, hogy volt, de hogy is ugyanez el lett túlozva, de maga a mítosz az létezett. És ráadásul, én mint birkozó, mert hogy itt gyerekkoromban én mindenféle sportot is kipróbáltam, birkoztam is, meg utána focim. És a mostani partizán épületében, azt mondom, most is vannak ott ilyen különböző sportokat űznek, annó ott volt a birkozó csapatnak, ott voltak az edzései, és a szín, valójában az a régi színház, az első kanizsai színháznak az épülete, és valójában a színpadon volt az a birkozó szőnyek felállítva, és mi ott birkoztunk. Még emlékszem is, hogy ott a súgójuknak a csapóajtóját, hogy ott volt, és mondták, hogy ez volt a súgójuk. És valójában ott játszották a Csárdás királynőt, ahol azon a színpadon, mint birkozó léptem először színpadra. És akkor ebben az első darabban, ugye beletettem utána már a Hekának is, meg itt néhány kanizsai kollégám, birkozó kollégámnak is a tragikus eseményei, a dolgait, hogy ő, például a Heka is úgy halt bele az egyik próbatételbe, hogy ő azt mondta, hogy itten a medencét oda-vissza ő levegővétel nélkül megteszi. És akkor ezek ilyen birkózó elemeket is belefűztem a darabba, meg így megidéztem ezt a világot úgy, ahogy én elképzeltem, persze ezt az egészet transponáltam, tehát nem csináltam egy Csárdás királynő bízt, sem nem a birkózásról nem szólt, és a tűzoltókat is belevettem később, tehát az a második darabon pedig a kanizsai tűzoltókról szólt, mert utána kinyomoztam, hogy anno ők megnyerték ugye a világbajnokságot Torinóban, 1911-ben azt hiszem. És hogy ők is csináltak színházat annó, tehát az nem volt zenekaruk volt, hanem volt egy színházi, amatőr színházi csoportjuk. Tehát Kanizsán valahol, tehát nem csak ott a Partizán, a régi színházban, hanem még a tűzoltók is foglalkoztak színház. És valahogy az archívumokban én megtaláltam, hogy az első darab, amit színre vittek, az Eugène Labiche, épp egy francia írónak az Idegesek című darabja. Na most. Erről semmilyen dokumentumot nem találtam, de nem is kellett nekem. Elég volt ez a hír, hogy itt Kanizsán az tűzoltók egy Labiche darabot vittek színre. Kikerestem én Pesten a Színházi Intézetbe ezt a darabot, és akkor a következő darabom a kanizsai tűzoltóknak volt szentelve, az Orpheus létre egy címmel. És abban egy ilyen kis sűrített, egy pár perces Labiche pantomimes darabot így tisztelektem én a kanizsai tűzoltók előtt, hogy akkor én is megrendezem a magam módján Labisnak az Idegesek című darabját, és akkor ez így belekerült. Tehát valójában az első darabja, a második az pedig a nagyapámról szólt, tehát a hajas nagyapámról. És utána kicsit tágítottam ezeket a köröket, utána már Csád Géza, még volna is, tehát az a szabadkai világ. Ki volt rád legnagyobb hatással? Kik közül, vagy mik közül, vagy hogyan érted ezt a...
színdarabodra, mondhatod, hogy a nagyapád megint volt. Ezek motívumok, tehát őknek nem volt közük a színházhoz, mint mondjuk, tehát úgy nem lettek modell, és Csárd Géza is például, mint író, vagy mint emberi sors érdekelt, meg őnek is, ő is írt színházért, tehát ő is írt drámát, próbálkozott. De főleg a Napló jegyzeteiben találtam egy olyan feljegyzést, hogy ő egy zenés mozgásszínházat képzelt el, szinte 20. század elején, amit soha nem csinált meg, ugye az ópium miatt. És akkor gondoltam, hogy na, egy ilyen csáti világot hogyan képzelhette elő annó ezt a zenés mozgásszínházat, és akkor így én csináltam erre, ez lett a komédia tempó, az idő komédiája, amit ugye végül is sikerült itt Szabadkán is eljátszanunk, meg a környékben. Úgyhogy valójában tehát az itteni irodalom, elsősorban Tolnay Otto, mert ő is kanizsa, ugye az ő valahogy a költészetén keresztül mutatta meg nekem az utat, hogy hogyan lehet erről a világról egy más nyelven beszélni. Nem úgy, hogy elmélyül, tehát anekdota szinten, ő ezt versekbe vagy prózába folyatt át, én pedig a színpadra. De ő valahogy mindig előttem járt, ugye, ő mutatta az utat. És ugyanígy, tehát a Cigonya később pár évre rá, utána volt egy-két év, amikor a világirodalom felé nagyon szeretek olvasni. És akkor például a Kafkáról, Misóról, vagy más szerzőkről is csináltam darabokat, és egy idő után úgy döntöttem, hogy most már kellene egy szólót is csinálnom, tehát amikor egyedül. És akkor, akkor visszatértem ide Kanizsához, és ennek az ismeretlen naplója volt a címe, és ennek a szóló darabomnak valójában, vagy a darabbal a két kanizsai művész, a Doboti Amér a Cigonyának és a Kovács Antal a Tóninak, a szobrásznak állítottam valahol egy ilyen omás. És az ő világukat, meg az én viszonyomat, mind a kettőket ismertem, próbáltam megrajzolni, meg valójában én mindig is mondtam, hogy jó, az irodalom volt, ám mindig meg a zene a legfontosabb, tehát azok voltak az én igazodási területeim, vagy pontjaim, nem a színház, vagy a tánc, hanem az irodalomból, meg a zenéből próbáltam megérteni, hogy hogyan kell egy sajátos nyelvet összerakni. Még a képzőművészet is. És a Cigonyának ugye a fantasztikus rajzművészete, vagy vonalkezelése, ez is nagy hat. És ezt hogyan átírni mozdulattá, zenévé, tehát a rajzot, mint olyat. És tehát valójában így a mestereim közé, hogyha már a két kanizsait kell, a két pillét, akkor az Tolnay Otto és Doboti Amér. Az alap. Így van. Mindenféle jártál a világban, tényleg bejártad a világot, sok kultúrával találkoztál. Melyik kultúrát érezted még közelének magadhoz, vagy elragadónak, vagy inspirálónak, vagy mi volt az, amiben még tudtál meríteni? Hát azt hiszem, hogy itt Japánt kell, hogy kiemeljem, hogy omblok a távol-keleti kultúra, és ezen belül a Japán. És hát ez megint visszanyúlik majdnem, hogy a katonaság, sőt azelőtt, amikor a zen buddhizmusról kezdtem itt olvasgatni, és valójában a katonaságot kibírni épésszel, nem fizikailag, épésszel, nagyon segített visszagondolok, hogy Suzukinak a zen buddhizmusról írt könyve itt volt a zsebemben, és közben azt olvasgattam, és később Párizsban is, ebben a táncos világban is a legerősebb hatás, mint táncos is, a japán butó táncosokkal való találkozásom és munkám, meg a színpadon is. És ezen túl egyáltalán a japán a színházi kultúra is, de minden más területen is az a rendkívüli kifinomultság. Még úgy érzem, és többször is játszottunk Japánban, és tanítottam is, sőt, csináltam egy darabot, ahol japán táncosokat is behívtam. Úgyhogy szinte éveken keresztül rendszeresen jártam ki, és valahogy kialakult egy ilyen
egy ilyen kapcsolata, hogy ilyen, nem is tudom, minek nevezzem, de valahogy ők is érezték, hogy amit csinálok, az szól hozzájuk. Én még nagyon jól éreztem ott magamat, tehát ott tényleg föltöltöttem. És tehát akkor elmentem ott a helyszínen egy kabukit, egy no előadást, vagy egy bunurakku, tehát azokat a nagymestereket láthattam egy test közelből. Ez nagyon-nagyon fontos volt számomra. És te is hívtad őket ide? Ide Kanizsára volt, itt Kanizsán csináltuk, ugye a Jazz Fesztivál, mikor úgy erősen jelen volt Kanizsán, akkor itt nyaranta ilyen performanszokat raktunk össze, amit így a Jazz Fesztiválokon bemutattuk, és Ishi Junya nevezető japán táncos fiú megjelent itt ebbe a térségbe. Először Magyarország, utána átjött ide, és akkor itt több nyáron is őt is beépítettem ezekbe a performanszokba. Hogy reagált környezet? Melyik környezet? Kanizsai környezet. Hát akkor ők, valószínűleg ez a forma ugye kanizsaiaknak kicsit új volt, mint nem csak kanizsaiaknak, bárhol itt a környéken, de mivel, hogy a mi hogy kanizsai vagyok ezáltal, tehát olyan nyitottsággal ültek be a terembe, hogy szerintem itt értették legjobban a darabjaimat. Arra akarok utalni, hogy elejében biztos nem volt annyira könnyű érvényesülni a művészeteddel, szóval biztos voltak nehéz pillanatai, nem születtél sikeresen, és hogy miket emelnél ki így a legnehezebb, például az, hogy ott vagy Párizsban pénz nélkül, amivel mondjuk nagyon sok vajdasági magyar fiatal tud azonosulni a nyár, hogy nem tud, valószínűleg nem tudta franciául, amikor kimentél. Vagy... Gyengén, középiskolában franciát tanultam, de az nem volt elegendő, ott először bele kellett jönni a nyelvbe, stb. És rengeteg fiatal ugye a szerb nyelvvel nem igazán tud megbirkózni, és mégis kitartottál, és végigcsináltad, és fantasztikus dolgokat tettél el az asztalra. Történelmet írta, tehát, hogy mit emelnél ki a legnehezebb pontodnak? Ez nem pont, vagy nem egy a folytonosság. A legnehezebb dolog talán az, hogy éveken keresztül a szintet tartani, kitartani és tartani a szintet. És mind fizikailag, mind mentálisan abban a millióban, mert azért ez dzsungelharc, és ez az egész, tehát itt megfelelni állandóan az elvárásoknak, összerakni az együttest, az emberi dolgok, pszichológia, minden. Úgyhogy ez egy párhuzamos küzdelem, és közben állandóan egy minőségre törekedni, arra fölkészülni, minden darabommal játszottam, tehát mint előadó is, és mint rendező is, közben azért rajzolgattam kiállításokat éjszakánként, készítettem elő ezeket a dolgokat, tehát egy folyamatos, nagyon intenzív munka, tehát hogy azt nem elengedni, abban nem megroppanni, ez volt a legnehezebb, tehát ezt végigcsinálni. És mi a legnagyobb félelmed? Nem félek, nem sosem féltem semmitől sem. Az egyik fő témám, amire mindig visszatérek a darabjaimba. Hogy éled meg a halált? Nem élem meg, mert azt majd a végén fogom megélni, és akkor egy. És ráadásul volt egy halálélményem már 15 évvel ezelőtt egy színpadon, tehát a Paso Doble darabban, amit a Miguel Barceló spanyol festőművésszel, azt is Kanizsán kezdtük el csinálni, különben itt a téglagyárban, és ahol hatalmas agyakfalat gyúrunk, és az előadás, hogy ott abból egy nagy kép elkészül. És közben ilyen friss agyagbázákat pakol rám, és rajtam alakítja ezeket a dolgokat, és az rendkívül nehéz, ugye a friss agyag, meg bezárta az arcomat, meg a légzést, ugye ez egyik előadáson elvált teljesen, és egy pillanatban kirepültem, tehát megszűntem létezni itt, hanem kirepültem így az űrbe, és ott lebegtem.
Elájultál? Nem ájultam át, mert tartottam a puszt. Tartottam, csak egyszerűen megszűnt ez a fajta itt lét. Valamilyen eszméletvesztés. Valamiféle az iszonyatos fizikai küzdelem, plusz a levegőhiány valami ilyesmit eredményez, hogy pár másodpercigben. Euforikus érzés volt? Nem olyan, több, valami rendkívüli szép, kellemes, egy ilyen, még a színekre sem emlékszem, ilyen rózsaszínű, vattaszerű, felhőszerű valamiben így lebegtem, langyos, egy kis ilyen fényes, ilyen derengő, a legkellemesebb valami, amit valaha is tapasztalhattam, és ez ebben az állapotban. Hogy ez már az volt-e, hogy már elindultam arra felé, tehát, és utána ez hirtelen visszazökkentem. Nem tudom, ilyen állapotban soha nem voltam. De hogyha ez lesz az, tehát hogy erre hasonlít majd, amikor már végleg elindulunk és nincs visszaút, nem félek, de az a gyönyörű dolog. Nem akarom semmit elvenni arról, hogy öngyilkos legyen. Voltam egy nagyon érdekes előadásodon Szegeden, ahol kilapított békákat fotóztál, és azokat vetítettétek ki. Ez egy nagyon érdekes momentum. Elkezdtél fotózni kilapított békákat. Ez is kanizsai, megint visszatérünk. Igen, imádom kanizsai. Ez most az utolsó szólom, ami a fényképezésről szólt volna, amelyik közben épp tizedeken keresztül egy párhuzamosan így fotózgattam itt. Hát főleg ezt a vidéket, a tanyákat, meg, tehát most meg a békák, összeszedtem itt Kanizsán az összeset, remélem, 300 valamennyi békát találtam. Nem néztek rád furán az emberek, amikor... Dehogy nem. Nem, kézzel szépen fölszedegettem, egy nejlonzacskóba hozottam, összegyűjtöttem, és akkor itt beállítottam őket egy kis mini színpadon, tárgyakat rendeltem hozzájuk, és befotóztam. És ebből lett egy kiállítás, és benne egy performance maga erről a fotózásról. És hogy jött a békák? Hát ez is a gyerekkorhoz kapcsolódik, ugye amikor itt az utcán volt, ott futballoztunk, meg ez az ott rengeteg ilyen döglött, kilapított békát láttunk, és még ráadásul emlékszem ilyenekre is, hogyha valami tyúk szeme volt valakinek, akkor azt mondták, hogy döglő békával dörzsöl meg, dobd a hátad mögé, és ne nézz meg, hogy hova esik, és akkor el fog múlni. Nekem volt is egy szemücsöm volt, be is dörgöltem, és el is múlt a szemücsöm. És el is dobtam, persze. Valószínűleg nem attól múlt el, most már így felnőtt fejeztél, de ezt így hallottam, meg hallottunk ezekről a dolgokról, de később, és ez is milyen véletlen párhuzam, hogy Tolnay Ottó pár évvel ezelőtt a Nem könnyű című verses kötetében ír egy ilyen békalemezről, és hogy a táskájába tesz, és hogy legyen vele, mit tudom. Én még közben már fotózom a békákat, és utólag olvasom a versét, hogy Ottó, csak mutattam neki, nézd, mind dolgozom, amit én most, ő se tudta, hogy én fotózom a békákat, és ő megírta a verset, én pedig a fotósorozatot. Akkor nincsenek véletlenek. Hát összecsengések vannak. Igen. Egy indiszkrét kérdés. Ezt kivághatjuk, ha nem akarod volna, hogy még vághatod az önök. Hiszel Istenben, vagy hiszel valami? Én a buddhizmussal foglalkoztam legtöbbet, és ők valahogy ezt az egész kérdést nagyon finoman kezelik, és ilyen táborról, hogy erről nem tudhatunk valójában semmit. Az egyéni kérdés, hogy te hiszel, vagy nem hiszel, és hogy milyen principum nevezhetjük, ez egy szó, hogy Isten. Ez egy principium, hogy a világ létezik. Tehát, hogy a létezés maga van. Igen. És akkor lehet, hogy ennek a lehetőségét nevezzük mi Istennek, vagy mások másképpen. Az, hogy ez van, ezért nem is kell ebbe hinni. Tehát ez létezik, ez van. De különböző vallásoknak a dramatizálását én nem követem.
Visszatérve Kanizsára, ilyen fantasztikus művész táptalaj, hogy itt rettentően is inspirálódik. Érzel ebben valamit, hogy tényleg Kanizsán van valami különleges energia, amit kitermel titeket, nagy művészeket? Valószínű, hogy van jó helyen fekszik Kanizsa, és ezt talán kívülről kellene megfejteni, mert belülről Kanizsák azt mondjuk, hogy igen, meg hogy hű, meg há. Így is lokálpatrióták vagyunk, akkor még jobban ránk enik, hogy nagyon el vagyunk magunkkal keveredve. Úgyhogy, de az tény, hogy jó néhány fontos személyiség jött már innen Kanizsáról. Vannak újabban Kanizsán nagyon jó megmozdulások, nem tudom, hallottál-e róla, például a Streamlet Art Association. Művész, összefognak a művészek, és többek között kortárs, festészet, alkotás, mindenféle dologgal foglalkoznak. Mi a véleményed ezekről a dolgokról, hogy így szerinted ez egy jó dolog, hogy így összeállnak, vagy inkább mint persze, legyenek csoportok is, amíg a csoport építi az egyént is, és még a csoport is erősödik, addig legyen. És mindenki, ha úgy érzi, hogy most a saját útján kell menni, akkor hogy menje. De hallottál a streamről? Így, hogy mondjátok, tehát most már így képben vagyok. A legfontosabb, hogy a saját korotok, a kor szellemét, amiben éltek, azt fogjátok meg, és arra reagáljátok. És mit mondanál, hogyha mondjuk egy kezdő fiatal művésznek, ezen kívül, hogy a kor szellemét fogja meg, kéne üzened valamit, aki mondjuk még nem biztosabban, de így kokettál a gondolattal, hogy lehet, hogy művészettel szeretne foglalkozni, de anyu még akkor azt mondják, hogy egy inkább ügyvéd. Te lehet, hogy egy Picasso. Hát ezt ki kell állni, ezt a próbát, ha valaki valamit igen csak akarja, akkor az nem fogják se a szülők, se senki eltántorítani. Nem művészetet akarjon csinálni a kezdő, hanem a saját világáról. Tehát saját magára figyeljen, hogy ki mondta, hogy mi van, milyen értékek vannak benne, és az mi szükségeltetik ahhoz, hogy azt minél jobban kibontsa. És ne a trendiket, hogy mi a menő dolog most, ne arra figyeljen az ember, hanem arra, hogy a saját érzékenységére. Talán ez nem is tanács, de valamiféle mégis... valamiszerű, hogy elsősorban saját magára figyelj, és utána ezt igazítsa ahhoz, ami kívül van, és ne fordítva. Ha üzenhetnél a fiatalkori magadnak innen most itt ülünk, és mondjuk a 16 éves énednek üzenhetnél valamit, mi lenne az? Hogy csak így tovább, mert épp ez, hogy 15-16 éves koromban már rajzban úgy éreztem, hogy megtaláltam, hogy kezdtem letisztítani. És majdnem, hogy korai is volt, mert már a rajztanárom is mondta, hogy József, hogy várjál még, először csak gyakoroljál, skálázzál, meg mit tudom, és már akkor már kezdtem stilizálni meg. Tehát már azon dolgoztam, hogy amit az előbb említettem, hogy a saját stílust és saját világot már formailag valahogy lefektessek. És hogy ez korai volt-e, nem tudom, de valahogy ezt megértem, és azt hiszem, hogy 16 éves korában legérzékenyebb az ember. Akkor tudja megfogni, hogy igen, meg ő is, hogy hova tartozik, merre kell indulni. Utána rá kell dolgozni, nagyon sokat, és akkor előbb-utóbb majd ez megérik. De akkor dől, legalábbis nálam akkor dőlt el. Kanizsán kezdted, Kanizsán vagyunk, Kanizsán fogod befejezni? Minden bizonnyal, igen, itt a házomban, itt a kertem, vagy a Tiszaparton, vagy a Tiszaparton. És tervezel-e létrehozni még valami alkotó, foglalkoznál mondjuk a nizsai fiatalokkal?
Találkozni találkozhatunk, de ez olyan dolog, hogy nem lehet előre meghatározni azt, és ettől nem csak Kanizsán, bárhol most már nagyon vigyázok erre, hogy kicsit ki akarok szállni ebből a gyártásból, hogy akkor minden évben egy darab, meg a, és mindenféle rendszerből. Mégis valamit adni a fiatalokat. Azt lehet, persze. Adni az a találkozásokon keresztül, vagy valamit megosztani. Persze itt is, én állandóan valahol vagyok, én valamit csinálok. Tehát, hogyha itt vagyok most is, majd elkezdek valószínűleg egy filmet fogok összerakni. Most a következő nekifutásom, hogy valószínűleg egy ilyen eszéfilmszerűség lesz. Na, ezt persze meg fogom mutatni. Tehát, és meghívod az ósz fiataljait. Persze. Még egy anekdót, ami veled kapcsolatos, és nagyon érdekel, és már az elején meg akartam kérdezni. Nagyon sok beteg neved van. Skipper, whisky, etc. Honnan eredtek, és melyiket szereted a legjobban? Skipet. Jobban whisky volt előbb, ezt is 10 éves koromban ragasztották rám. Valószínűleg, ha jól emlékszem, akkor még a Lucky egy mozi előadás után, egy western film után jöttem, és abban volt egy whiskynek nevezetett figura, és akkor, amikor jöttünk, akkor rámutogatott, hogy vagy a whisky, és akkor rám ragadt. Sokáig azt hitték, hogy én szeretem a whiskyt ezért. Én is azt nem. És nem szeretem a whiskyt. És utána lett a Skipetárból, amit egy földrajzórán ragasztottak rám, ezt pedig a Juhász Robi, a Jukus, a földrajzórán, hogy a Skipetárokról tanultunk, az albánokról, és azt mondja, Skipetár, te vagy. Akkor megint rámutattak, jó, akkor én vagyok a Skipetár. És akkor sokáig Skipetár voltam, és utána a tárt levágták, és maradt a Skipe. És akkor Pesten például, hogy így ismernek, hogy a Skipe. És az a kedvenc. Igen. Az utolsó kérdések, ezek ilyen rövid kérdések lesznek. Kedvenc könyved? Mindig, amit olvasok. Mit olvasol? Hát most éppen a Ludwig Wittgensteintől a filozófiai vizsgálódásokat. Okay. Kedvenc filmed? Hát ez megint olyan, akkor talán Tarkovszkinak a Stalkerje. Ez továbbra is azt mondja. Kedvenc zenéd? Na itt is, nem is zen, inkább zenész, továbbra is Anthony Braxton maradt. Nem. És mit üzennél a kanizsai fiataloknak? Ez, hogy kitartás, dolgozzanak sokat, és csak elől. Megvan, a filmbe mutatod. Igen, ott találkozunk. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk, és időzett.